Először 2007-ben merült fel az ötlet, hogy Sátoraljaújhely rendezvényterét a történelmi városhoz kötődő nagyjainak szobrával tegyék még változatosabbá. Több mint egy évvel ezelőtt az ötlet a város önkormányzata elé került, amely támogatta a Kazinczy szobor elkészítését. Hosszú munkafolyamat előzte meg, ha ott kezdenénk, hogy agyagból kellett megmintázni. Több mint 3 mázsa agyagból állt össze ez a szobor annak idején, és amint a zsűri adta rá az áldását, akkor következett a gipsz másolat az agyagról negatívba, aztán a gipsz negatívról pozitív, akkor megint megnézte a zsűri, 3 szobrász, művészettörténész is adták az áldást rá, hogy mehet tovább, mert a szép szobor lesz. Ezután következett a bronzöntés, amelyet Szentendrén készítettek el, de még ezt követően is számos kisebb-nagyobb feladattal kellett megbirkóznia a készítőnek. Cizellálásnak is nevezik ezt, amikor a felületeket kell megmunkálni, leszedni az öntési ilyen-olyan problémákat, hibákat róla. Az is komoly munka, az is több hétig tartó munka. Aztán a patinázás, amikor megint visszakapja egy színét, mert amikor cizellálva van egy kicsit, meg ki van fényesítve, éppen mondtam, volt egy ilyen fénykép is róla, hogy neveztük, hogy az aranyember, mert akkor teljesen olyan fényes aranysárga. A szobor felállítása is komoly feladatot rótt a munkában résztvevőkre. Ez a felállítás a legizgalmasabb dolog, mert az avatás, szép beszédek elhangzanak, meg emberek örvendeznek neki, leveszik a leplet, hallatszik a himnusz hangja, vagy más egyéb zenei anyag. Az is boldogság, meg öröm, hogy sok ember örvendez ennek, de ez meg nagyon izgalmas, hogy a lábaiba, a szobor lábaiba, a 3 csap, az a betonba elkészített 3 lukba pont belemenjen, hogy éppen úgy legyen, mert egy kicsit ferdén van becsavarva a talpába, ha csak 1 milliméter is, az 40 centi után már egy 0,5 centi, és az akkor nem jön össze, akkor nem lehet kezdeni újra. Hát ez volt izgalmas. Újra kezdeni nem kellett, hiszen sikerült a helyére állítani a Kazinczy szobrot, amelynek hivatalos átadására a Város Hete rendezvénysorozat díszünnepségét megelőzően kerül sor.